Csütörtökön lesz vezető értekezletünk, csütörtökön fogjuk eldönteni, hogy kötelezővé tesszük, illetve nem tesszük kötelezővé a védőoltást. Kocsmár István, az Aliszkabau ZRT vezérigazgatója rendkívüli vezetőségi ülést hívott össze a hétre, hogy megtárgyalják, szükséges-e a munkavégzést védettségi igazolványhoz kötni. Addig is november 1-ével már több óvintézkedést is bevezettek a cégnél dolgozók védelme érdekében. Most már csak az itt dolgozók léphetnek be az irodába, kötelező a fertőtlenítés, visszaállt a régi rendszer, hogy közös helységekben 3 embernél több egyszerre egy időben nem tartózkodhat, és hát az irodáink ugye viszonylag nagy légterűek, tehát bővebbe tudjuk tartani a szociális védőtávolságot. Kocsmár István azt is hozzátette, felméréseik szerint nagyon magas az átoltottság a dolgozóik között, és nagy részük a szabad levegőn dolgozik, így valószínűleg nem lesz szükség a szigorítás bevezetésére. A koronavírus járvány fertőzöttségi adatai az elmúlt héten nagyon megemelkedtek, ezért a kormány újabb óvintézkedéseket vezetett be november 1-ével. Egyik rendelkezésükkel lehetőséget adtak a munkáltatóknak arra, hogy eldöntsék, kötelezővé teszik-e a dolgozóik körében a védőoltást. A cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottaik számára, hogyha ezt az ott dolgozók biztonsága érdekében szükségesnek látják. De nem csak a cégek és vállalatok vezetői, hanem a települések polgármesterei is döntést hozhatnak ebben a kérdésben. Bozsolik Róbert bátaszék első embere egy anonim felmérést indítványozott a közös önkormányzati hivatal munkatársai körében, hogy kiderüljön, a dolgozók közül hányan vettek fel legalább 2 védőoltást. Hogyha a dolgozói létszám legalább 60%-a részesült 2 oltásban, akkor mi nem fogjuk kötelezővé tenni az oltásnak a felvételét. Interjúnk elkészülte után értesítették stábunkat a felmérés eredményéről, miszerint a bátaszékik közös önkormányzati hivatal dolgozóinak átoltottsága meghaladja a 70%-ot, így itt már biztosan nem vezetik be a védőoltás kötelezettségét. Badáci Csiba Zsuzsanna, Kaposszekcső polgármestere is úgy véli, kevés embert érint náluk ez a dolog. 15-ig próbáljuk eldönteni azokkal a személyekkel, azzal a minimális 3-4 fővel, aki az egész település ebből a szakaszból ugye nem volt oltott, hogy miért nem, hogy nem, orvosilag vagy máshogy, mert eddig ugye azért azt nem kérdeztük. Meglátjuk, hogy milyen indokkal nem oltottak, és megpróbáljuk rábeszélni őket. A Peszhoffer Ágnes úgy nyilatkozott, nagyon nehéz helyzetbe kerültek ezzel a település és cégvezetők, de úgy gondolja, hogy a felelősségteljes döntés az, ha mindenki beoltatja magát. Éppen ezért az önkormányzat által fenntartott intézmények nagy részében, úgyis mint az óvoda, a művelődési ház vagy a családsegítő központ, valószínűleg bevezetik majd ezt a korlátozást. Én azt gondolom, hogy az oltás életet ment, és nagyon fontos az, hogy se mi magunkat, se a kollégáinkat, se az ügyfeleinket ne fertőzzük meg a Covid-dal. Nem könnyű döntés, még nem született meg a polgármesteri határozat erről, de vélhetően ennél a 3 intézménynél azokat a munkavállalókat, akiknél jogosítványom van erre, el fogom rendelni az oltást. A jelenlegi adatok szerint Tolna megye átoltottsága az egyik legjobb hazánkban, hiszen a lakosság közel 60%-a már felvette valamelyik vakcinát.